Sziasztok! Én Takács Petra vagyok, kozmetikus, profi sminkes, és ebben a videóban beszéljünk a Revox szérumokról. Ennek a videónak az az apropója, hogy a Love Brand kijött új Revox boxokkal. Ez azt jelenti, hogy több szérumot tudtok megvásárolni egyben, egy-egy bőr problémára. És hogy jövök én ehhez az egészhez? Hogyha szemfülesek voltatok, vagy esetleg követitek a Love Brands-nek az oldalát, akkor láthattátok, hogy pár hónapja már én vagyok a Love Brands-nek a skincare expertje, tehát a bőrápolási tanácsadója, és egyébként ezeknek a boxoknak, csomagocskáknak az összeállításában is segítkeztem, az én tanácsaimra rakták össze ezeket az egyébként 3-3 szérumból álló boxokat, és ezeket fogjuk most átnézni, és beszélni fogok róla, hogy melyik szérum mire jó, illetve hogyan használjátok. Ez már csak azért is nagyon hasznos, mert elég sokan kérdeztek a Revox szérumokról, úgyhogy ez most szerintem egy ilyen jó áttekintés lehet ezzel kapcsolatban. Na de milyen boxok is vannak? Pattanások elleni box, anti-aging box, pigmentfoltok elleni box, hidratáló box, és szemkörnyékápoló box, és ezekben mind-mind szérumokat találhattok. Elsőnek jöjjön a pattanások elleni box, és annak is az első széruma, ami nem más, mint a Just Niacinamide 10%. Vannak olyan bőrápolási hatóanyagok, amelyek kifejezetten specifikusak és egy-egy dologra jók csak, meg vannak az ilyen igazi szupersztárok, amik rengeteg mindenre jó, és ezek közül az egyik a niacinamid. A pattanások elleni boxba azon tulajdonsága véget kerülhetett be, hogy nagyon jó fagyukontroll összetevő, ez azt jelenti, hogy a bőrödnek az olajtermelődését segít normalizálni, valamint gyulladás csökkentő hatása is van. Mindezt már 4% fölött tudja, ez a szérum ugye 10%-ot tartalmaz. Fontos még tudni róla, hogy vízben oldódik, éppen ezért nagyon könnyed formulákba is beletehető hatóanyagként, ez azt jelenti, hogy nem hagy nehéz érzetet a bőrödön. A következő szérumunk a pattanások elleni boxba pedig nem más, mint egy igazi pattanások és miteszerek elleni szupersztár, ami nem más, mint a szalicilsav, azaz a Just Salicylic Acid 2%. A szalicilsavról már hallhattatok a hámlasztós videómban. Ez ugye egy zsírban oldódó sav, és ez azt jelenti, hogy mélyen behatol a pórusokba, és ott segít nektek az ott lerakódott fagyút kitisztítani. Ez miatt a miteszeres és pattanásos bőrűeknek a hámlasztója. Nem kell megijedni, hogy ez csak 2%-ot tartalmaz, hiszen a szalicilsav 2%-ban már nagyon-nagyon hatékony, és egyébként e fölött nem is igazán szoktuk már használni, hiszen egy idő után kontraproduktívvá válik. Egy szóval egy 2%-os szalicilsav szérum nagyon hatékony, és ezt a Revox ráadásul nagyon jó áron tudja. A harmadik szérum pedig, ami bekerült a pattanások elleni boxba, az nem más, mint a hialuronsav, az 5%-os Hyaluronic Acid szérum, és ezt most így csodálkozhattok, hogy de miért rakok bele egy hyaluronsav szérumot egy pattanások elleni boxba? Na hát erre meg a múlt héten feltett videóm szerintem a legjobb válasz, hiszen ugye ott elmondtam, hogy a pattanásos, miteszeres bőrűeknek is rettentően fontos, hogy a bőrüknek a dehidratáltságát csökkentsük, tehát a vizes fázist visszapótoljuk a bőrükbe, hiszen, hogyha túlszárítod a bőrödet, akkor csak még több olajat fog termelni, akkor csak még pattanásosabb és még miteszeresebb leszel, tehát erre nagyon-nagyon jó egy hialuronsav szérum, ami szintén egy ilyen nagyon kellemes, nagyon vizes érzetet ad az arcon, lehetőleg mindig nedves bőrre használjátok, és mindennel nagyon-nagyon jól összekombinálható, tök jól el van hámlasztókkal, egyéb szérumokkal, gyakorlatilag mindennel, úgyhogy reggel este lehet locsolni, ebből aztán tényleg nincsen túl sok. Jöjjön is a következő, ami nem más, mint a Revox Anti-Aging Box és az ebben szereplő három szérum. Ezek közül az első, amit én kiválasztottam, az egy C-vitamin szérum, azaz a Just Vitamin C 20%, tehát 20%-os
C-vitamin szérum. Ez egyébként egy elég magas százalék, és ráadásul a Revoxnak a C-vitamin széruma az nem C-vitamin származékot, hanem tiszta C-vitamint, tehát aszkorbinsavat tartalmaz. Ez azért nagyon fontos, mert ugyanaz aszkorbinsav az egy kicsit problémásabb abból a szempontból, hogy mikkel összeilleszthető egy rutinban, viszont sokkal eredményesebb, mint a C-vitamin egyéb származékai, úgyhogy lássuk is, miért választottam be az anti-aging boxba a C-vitamint. Ő is egy ilyen tipikusan szupersztár, mint a niacinamid egyébként. Az anti-aging, azaz a bőr öregedést gátló boxba a C-vitamin kettő tulajdonsága miatt került be egyébként, de ezek közül az erősebb az az, hogy antioxidáns hatású. Az antioxidánsokról már hallhattatok ebben a videóban, de itt is röviden elmondom, hogy gyakorlatilag a bőrünkben és egyébként a testünkben is, és ezért jó C-vitamint szedni is és kenni is, termelődő káros szabad gyököket fogja meg, köti le gyakorlatilag az antioxidáns, és ezáltal a bőr öregedési folyamatokat lassítja. Ilyen antioxidánsok mindig termelődnek, ezeknek egyébként az egyik legerősebb termelő dolga az maga a napsütés és az UV-sugárzás, szóval ezzel tudunk mondjuk harcolni a szabad gyökök ellen. A másik tulajdonsága pedig az, hogy egy ilyen nagyon szép egységes, ragyogó bőrképet kölcsönöz a C-vitamin. Az Anti-Aging Box másik széruma az a Just Peptides 10%, tehát egy 10%-os peptid szérumja a Revoxnak. A peptidekről is többet hallhattatok már szerintem tőlem, de talán még nem eleget. A peptidek nem mások, mint fehérje darabkák, és a bőrbe kerülve különböző folyamatokat segítenek, stimulálnak, és ezek szinte mind-mind ugye a bőr öregedés lassítására fókuszálnak. Nézzük is, hogy ezek közül mi van ebben a szérumban. Ennek a szérumnak a legfőbb peptides alkotó eleme a palmitoil tripeptid 1, na most ezt nem kell megjegyezni, de annyit kell róla tudni, hogy ez kifejezetten a kollagén termelést serkenti, tehát a bőröd sokáig marad feszes és fiatalos kinézetű, és ezen kívül tartalmaz még további aminosavakat is. A harmadik és egyben utolsó szérum az Anti-Aging Boxban az nem más, mint a Coenzyme Q10 széruma a Revoxnak. A Q10 az egy zsírban oldódó, vitamin-szerű anyag, amit tulajdonképpen az egész testünk használ, és ezáltal a bőrünk is, mégpedig a testünkben, főleg az energiatermelő folyamatoknál játszik egyébként szerepet, de mostanra már több kutatás is kimutatta, hogy a Q10 kívülről történő alkalmazása, tehát hogy a bőrünkre kenjük, az segít csökkenteni a különböző öregedési folyamatokat, illetve az azoknak a jeleit. Szintén nagyon jó antioxidáns, illetve ilyen bőrfeltöltő hatással bír. Az antioxidánsok, illetve a minél több antioxidáns jelenléte egy rutinban, az nagyon fontos az anti-aging szempontjából, úgyhogy ha több oldalról szeretnétek meglőni gyakorlatilag a bőrötöket antioxidánssal, akkor én azt javaslom, hogy a C-vitamint azt reggel használjátok, a Q10-t pedig az esti rutinba illesztétek bele. A harmadik box, amit összeállítottam, az a pigmentfoltok elleni boxja a Revoxnak, és ezt én kifejezetten azért állítottam össze, mert látom, hogy a követőim között rengetegen szenvednek különböző foltokkal a bőrön. És ez lehet a nap káros hatásai miatt kialakult pigmentfoltok, de nagyon-nagyon sok esetben ilyesfajta foltocskák visszamaradhatnak pattanások után is, és ezeket nagyon hasonlóan kell kezelni, úgyhogy erre is összeállítottam nektek egy 3 szérumot tartalmazó boxot, és ezek közül, a szérumok közül 2 már láthattatok, de itt most egyéb pozitív tulajdonságait szeretném kiemelni ezeknek a szérumoknak, és az első ilyen, az megint csak visszahozom, a C-vitaminos szérum. A C-vitaminos szérum ugye a már megemlített antioxidáns hatásán túl bőrvilágosító
összetevő hatóanyag is. Ezt nem úgy kell érteni, hogy elsápulunk tőle, hanem úgy, hogy segít halványítani, világosítani ezeket a hiperpigmentációs foltokat, ezért nagyon-nagyon szuper hatóanyag, és megint csak szeretném kiemelni azt, hogy ugye ebben a szérumban aszkorbinsav van, hiszen hogyha a pigmentfoltok miatt használsz C-vitamin szérumot, még-még sokkal fontosabb, hogy aszkorbinsavas szérumot válasz, és ne C-vitamin származékosat. A másik bőrápolási szupersztár, amely szintén emlegetett niacinamidos szérum. A niacinamidnak a pigmentek szállítódásában, bőrfelszín felső rétege fele vándorlásában, illetve hát ennek megakadályozásában van szerepe. Ugyanis hát a pigmentfoltosodás az a legmakacsabb bőr probléma, és ez ellen igazán hatékonyan csak úgy tudsz küzdeni, hogyha minden frontról megtámadod ezt a dolgot. Ugye a C-vitaminnal már halványítjuk, a niacinamiddal pedig a pigmentek szállítódását, ha úgy tetszik, felhalmozódását tudjuk gátolni. Tanulmányok kimutatták, hogy 8 héten keresztüli használata szépen halványítja ezeket a pigmentfoltokat, főleg, hogyha különböző más összetevőkkel is kombinálva van egy rutinban. Nagyon fontos azonban elmondani, hogy az előbb mutatott C-vitamin szérummal, ami aszkorbinsavat tartalmaz, a niacinamid nincsen barátságban. Ez azt jelenti, hogy egymás után közvetlenül nem szabad őket feltenni a bőrre, tehát én azt ajánlom, hogy reggel használd a C-vitamin szérumot, az esti rutinban pedig a niacinamidot, és így nem lesz vele problémád. A pigmentfoltok elleni box utolsó tagja nem más, mint egy AHA-savas hámlasztó, azaz a Just Glycolic Acid 20%, ami egy 20%-os glikolsav. Az AHA-savakról is ugye többször beszéltünk. Miért jó ez itt nekünk? Azért, mert ugye az AHA-savak segítik a bőr természetes megújulását, ezáltal gyakorlatilag úgy szoktuk mondani, kipörgetik a pigmentfoltokat, viszont ugye a glikolsav az a legerősebb a hasav, mivel ennek a legkisebb a molekula mérete. Éppen ezért ezt már inkább azok válasszák, akik hozzászoktatták már a bőrüket egy kicsit a hámlasztáshoz, illetve hogyha nem érzékeny a bőrötök, továbbá ezt nem szabad éjszakára fennhagyni, hanem csak tisztítás után este felkentek az arcotokra egy pár cseppet, itt ugye 4-5 cseppet ír, és ezt először szerintem csak 5 percig hagyjátok fönn, majd utána lehet növelni ezt az időt 10 vagy 15 percre, nagyon maximum, és utána le kell mosni és behidratálni az arcunkat, ez is nagyon-nagyon szépen segíti a pigmentfoltok elhalványulását. Az AHA-savas hámlasztók a C-vitaminnal nem összeilleszthetőek, de ugye a C-vitamint amúgy is reggelre javasoltam, viszont a niacinamiddal jól bírják egymást, tehát hogyha lemostad az arcodról ezt a hámlasztót, akkor utána nyugodtan felrakhatod a niacinamid szérumot, majd utána pedig behidratálhatsz. A negyedik box pedig nem más, mint a hidratáló box, és ebben is 3 szérum szerepel. A hidratálásról, illetve hogy mi a különbség a dehidratált bőr, illetve a száraz bőr között, már az előző videómban beszéltem, úgyhogy azt szerintem nézzétek meg, és akkor nagyon meg fogjátok érteni, hogy miért is tettem bele ide, amit tettem. Az első az ugye a hidratálás, tehát a víz visszapótlás, a vízhiány visszapótlásának szupersztárja, a hialuronsav, ugye erről már beszéltem az előző boxban, a pattanások elleni boxban, de ugye egy száraz bőrnek mind a víz, mind pedig az olajos fázisok visszapótlására szükség van, és így nagyon jó lehet egy humektáns szérum, ami ugye megköti a nedvességet a környezetéből. Megint csak szeretném felhívni a figyelmet, nedves bőrre kell használni. A hidratáló box második széruma pedig a 100% argán olajat tartalmazó Revox szérum. Ugye már elmondtam ebbe a hidratálós videómba, hogy az argánolaj az ugye az olajos fázist hivatott visszapótolni a bőrbe, és ugye az olaj az gyakorlatilag egy réteget képez a bőrön, és ezért megakadályozza a TEVL-t, ami nem más, mint a Transepidermal Water Loss, azaz a bőrödnek a folyamatos vízvesztése, ami minden nap mindenkinél végbe megy tulajdonképpen, diffúzió által, hát úgy magyarázhatnánk, hogy kipárolog a nedvesség a bőrből. Ez nappal is végbe megy egyébként, de éjszaka
márka, meg aztán főleg, és ugye a zsíros bőrűeknél ezt a bőrünk által termelt olaj valamilyen szinten megakadályozza, de nem teljesen, úgyhogy hidratáló krémet nekik is használniuk kell, viszont a száraz bőrűeknél ez nagyon-nagyon erősen jelen van, úgyhogy esti rutinba vagy a hidratáló krém után, vagy a hidratáló krémbe keverve nagyon jó lehet egy olaj, és ezek közül ugye azért jó nekünk az argánolaj, mert ez egy bőrbarát olaj, tehát nem mindegy, hogy milyen olajat kenünk magunkra, úgyhogy ahogy már mondani szoktam, ne tessék kifutni a konyhába és lekapni az olívaolajat vagy a kókuszolajat, mert azok például nem jók a bőrnek, de az argánolaj az egyike azoknak, amik egyébként nagyon jó pozitív hatással vannak a bőrünkre, úgyhogy ezt lehet választani nyugodtan. A hidratáló boxnak a harmadik szérumaként pedig, a már szintén mutatott, peptides szérumot választottam, és ennek több oka is van. Egyrészt azért, mert ugye a peptid mellett vannak benne aminosavak, mégpedig 3 darab, és az aminosavak nagyon szuperül hidratálják a bőrt, továbbá ugye a száraz bőr sajnos hamarabb is ráncosodik, mert ugye nem olajozza magát, mint a zsíros bőr folyamatosan, és ugye, ahogy már elmondtam, folyamatosan veszíti sajnos a vizet, és éppen ezért nem baj az, hogyha ott van nekünk még az a kis peptid is, ugye, hogyha kollagén termelésünket kicsit segítse, úgyhogy ezért került bele a Just Peptize 10%, tehát a 10%-os peptid szérumma a Revoxnak a hidratáló boxba. Az utolsó box pedig, amit összeállítottam, ezt kifejezetten, így egyébként a követőim miatt, az a szemkörnyék ápoló box. A szemkörnyék ápolásról egyébként annyit kell tudni, hogyha minden egyebet, amit az arcodra kensz, azt fölkenyed a szemkörnyékedre is, akkor már nagyon-nagyon-nagyon sokat tettél a szemkörnyékednek, az egészségéért, szépségéért. Itt ugye nagyon-nagyon vékony a bőr, éppen ezért sokkal érzékenyebb, és sokkal hamarabb is ráncosodik, illetve nagyon-nagyon sokan küzdenek szem alatti karikákkal is, úgyhogy mindezt elmondva szeretném megmutatni, mik azok, amik ebbe a boxba bekerültek. Az első, ami bekerült, az nem más, mint a hialuronsav. Láthatjátok, hogy tényleg milyen szupersztár ez a hialuronsav, hiszen őt raktam bele a legtöbb boxba, nagyon sok mindenre jó. Ez kifejezetten a szemkörnyék bőrének a vízhiánya, illetve annak a pótlására került bele a szemkörnyék ápoló boxba, de egyébként, hogyha ezt a boxot választod, és ugye megveszed ezt a szuper hialuron szérumot, akkor nyugodtan kenheted az egész arcodra úgy, ahogy van, de szemkörnyékre is nyugodtan vastagon, megint csak szeretném elmondani, nedves bőrre kell használni, mivel ugye ez egy humektáns, ezt most már szépen megtanuljuk a videó végére ezt a fogalmat, hogy ez egy humektáns, és ugye a környezetében lévő nedvességet fogja megfogni és bevinni a bőrbe. Beválasztottam ebbe a boxba továbbá a C-vitamint is. Ezt inkább szerintem azok tudják hasznosítani jól, akiknek van egy kicsit ilyen sötétebb karikásság a szeme alatt. Ez ugye melazma, tehát ez egy kicsit ilyen hiperpigmentáció, és akkor itt mindjárt be is ugye kapcsolunk, hogy miért került bele ez a pigmentfoltos összeállításomba is gyakorlatilag. Emellett nyilván nagyon szuper antioxidáns hatása is van, tehát a bőröregedési folyamatokat, a ráncokat, egyebeket is meg tudja előzni, de hogyha ilyen sötétebb karikákkal küzdesz, akkor is jó lehet egy C-vitaminos szérum. Óvatosan kell felhelyezni a szemkörnyékre, lehet, hogy én tehát első próbálkozások alkalmával tényleg csak egy-egy cseppet cseppentenék föl, vagy belekeverném akár a hidratáló krémbe, megpróbálnám úgy hozzászoktatni a bőrömet, hiszen azért a 20% az nem kevés, de bajt nem csinálunk vele, csak minden egyes új hatóanyagot érdemes így megmutatni a bőrünknek először, mielőtt odavágjuk teljes valójában. Az utolsó szérum pedig, ami bekerült a szemkörnyékápolós boxba, az nem más, mint az 5%-os koffein szérum. A koffeinnek, hát, hasonló hatása van a bőrre, mint amikor megisszuk kávéban, tehát serkentő hatása van. Mit jelent ez? A koffeint szemkörnyékre azok tudják legjobban használni, akiknek kicsit ilyen
bedagadt, duzzadt szemei vannak, főleg reggel, mikor felkelünk, az Istenért nem akarnak leapadni, még 2-3 óra múlva is úgy nézünk ki, mint akinek bevertek, na arra nagyon-nagyon jó a koffein, hiszen a koffein vérkeringést serkentő, tehát ezt a puffadást, ezt szépen le tudja neked vinni pár perc alatt, úgyhogy ha ezzel küzdesz szemkörnyéken, akkor nagyon jó lehet a koffein szérum, és így gyakorlatilag, hogyha végig gondoljátok, akkor mind a dehidratáltságból adódó ráncokat, mind a sötétséget, ugye azt a C-vitaminnal, az előzőt a hialuronsavval, és a fölpuffadást is meg tudjuk szüntetni ezzel a szemkörnyékápoló boxsal. Remélem, segítségetekre volt ez az összeállítás. Egyrészről a boxok véget, hogy esetleg mit vásároljatok, másrészről meg talán a különböző Revox termékekkel kapcsolatban is egy picivel több információhoz juthattatok itt a csatornán, mint eddig. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, írjátok meg, hogy nektek melyik box tetszett ezek közül a legjobban, illetve, hogyha vannak további kérdéseitek, azokat is nagyon szívesen várom. Szép nyarat nektek, puszilok mindenkit, sziasztok!